ami Pécset nagyszerű volt emlékeimben, hogy egy villanyrendőr volt abban az időben. Tehát, és akkor mondták, hogy akkor találkozunk a villanyrendőrnél, és hát én, mint aféle dörzsölt pesti gyerek, hát én ezen nevettem, tehát nekem ez humoros volt. Ugye Pesten azért egynél több villanyrendőr volt, ami a város másik verhetetlen előnye, hogy lényegében amit egy diák, amire egy diáknak szüksége volt, az gyalogosan elérhette. Tehát Pesten, ha én ott, ahol laktam, el akartam menni a Szabó Ervin könyvtárba, az 40 perces közlekedés. Ott lényegében gyalog el tudtunk menni a színházba, el tudtunk menni a három akkor létező moziba, el tudtunk menni a Nádor kávéházba, el tudtunk menni az oskolába, gyalog közlekedtünk a lakhelyünk és az oskola között, és el tudtunk menni azokba a könyvtárakba, amelyekre szükségünk volt, és gyalog el tudtunk menni a Jókai, az Elefánttal szemben lévő rettenetes önkiszolgáló étterembe, vagy a Király utcában lévő borostyán művekbe, vagy hát ne adj Isten a merészebbek, a Hullám étterembe, ami az egyetlen ilyen hajnali nyitvatartó hely volt annak idején.